Köszöntöm Önöket, élő közvetítést láthatnak az éjféli miséről a Szent István Székesegyházból. A Szent Misét Spányi Antal megyéspüspök celebrálja. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Békesség veletek! Karácsony szent éjszakáján, amikor a templomokban Istennek hálát adunk, Isten fia születéséért, mi is összejöttünk ebbe a szép székesegyházba, hogy itt Istent dicsérjük, imádságunkkal feléje forduljunk, és az ő áldását, békéjét kérjük magunknak és szeretteinknek. Szeretettel köszöntöm a templomba egybegyűlteket, és mindazokat, akik a televízió közvetítésen keresztül kapcsolódnak a mi közös imádságunkba. A gyermek születése csodálatos dolog, de csodálatos, még csodálatosabb Jézus születése, mert benne az Isten jelent meg közöttünk. Vajon tudjuk-e fölfedezni a közöttünk jelenlévő Istent? Vajon megnyílik-e a szemünk, hogy Istent fölfedezzük az életünkben, életünk fordulóin észrevesszük-e, hogy ő is ott van mellettünk? Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, te az igazi világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit is elnyerjük a mennyben. Aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségnek Istenünk. Azokban napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáretnő városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt. Nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisderet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve ezt zengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az az éjszaka, amelyre emlékezünk, egy nagyon fontosan meghatározható este volt. Nem valamiféle ködös elgondolás, hanem egy pontosan meghatározott időpont, történése, amelyet fölidézünk, és amelynek emlékezete örömmel tölti meg az emberek szívét és lelkét. Ezért öltözik ünneplőbe a világ, és nyilván éppen ezért vannak sokan, akik szeretnék ezt az ünnepet éppen lényegétől megfosztani, pusztán csak valamiféle hangulattá tenni, valami olyanná, aminek nincsen történelmi gyökere, és amelynek főleg nincsen igazi mély jelentése az ember életére. A liturgia azt mondta, ez az éjszaka a legszentebb éjszaka volt. Igen, ennek az éjszakának a sötétségébe belevilágított az utat mutató csillag ragyogó fénye. Ennek az éjszakának mélységes csöndjét megtörte az angyalok csodálatos éneke. A barlang egyszerű nyugalmát egyszerre megtöltötte a pásztorok látogatása, majd őket követték a három királyok. Olyan különleges, szokatlan, egyáltalán nem mindennapi, sőt, egyáltalán nem ismétlődő események ezek. Mert aki született, az az Isten fia. Az élet csodálatos dolog.
Tudjuk, tudnunk kell az élet Isten ajándéka. Ő adja és ő veheti el. Minden gyermek születése éppen ezért olyan csoda, és olyan különlegesen nagy ajándék és öröm a család számára, ahol őt szeretettel várják és fogadják. De ez a gyermek, akinek születését ma fölidézzük, ez nem egy a sok-sok gyermek közül, ez az egyetlen, ő az Isten fia. Benne beteljesedett az Isten ígérete. Az ígéret, amely elhangzott a paradicsom ajtajába, amikor Ádám és Éva bűnük miatt elvesztették az Istennel való bensőséges barátságot, de hallották vigasztalásként, majd eljön a megváltó. Erről a gyermekről beszéltek a próféták lelkesen és tüzes szavakkal, ébrezgetve a hitet az emberek lelkébe, nem hagyva a hit tüzét kialudni a szívükben, hogy eljön, az Isten ígérete beteljesedik, megvalósul, amit ő mondott. Őt várták az egymást váltó nemzedékek, abban reménykedve, hogy legalább utódaikban meglátják majd az eljövendő messiást. És aztán 2000 évvel ezelőtt megszületett. Nem úgy, ahogy az emberek várták. Ha Isten fia jön, akkor meg kell adni neki a tiszteletet, akkor méltó körülményeket kell teremteni, akkor megfelelő ajándékokat illik neki adni. Nem volt helye a szálláson, magányban, egyedül, szegénységben, sőt, nincstelenségbe született. De az angyalok ott voltak, jöttek a pásztorok, a csillag ragyogott, jelezte, itt beteljesedett, megvalósult az Isten ígérete. És a gyermek, akit olyan jó látni, Szűz Mária és Szent József mellett, olyan jó nézni a Betlehemet, és közel engedni a szívünkhöz Betlehem meghitt csöndjét, szeretetét, Isten jelenlétét, egymás felé fordulását, az őszinte tiszta szeretetét. Ebben a Betlehemben eljött közénk az Isten. A gyermek növekedik, majd útra kell, tanít és csodákat tesz, és eljön az óra, amikor bizonyítania kell, hogy mindig és minden körülmények között engedelmes marad az Istenhez. Akár a kínhalált, a kereszthalált is vállalja, nem azért, mert bűnt követett el, éppen azért, mert bűntelen, de mert magára veszi a mi bűneinket, hogy bennünket megváltson, és nekünk legyen szabad utunk Ádám és Éva bűne és a magunk személyes bűnei ellenére, mégiscsak legyen szabad utunk az atyai ház örömébe. Szeretett testvéreim, ez az a történet, amelynek kezdete a gyermek születése. Benne akkor látnunk kell, hogy az Isten hogyan szereti az embert. Látnunk kell, hogy az Isten hogyan vágyódik az ember után. Nem csak a nagy szentek után, nem a különleges erkölcsi példaképek után, nem a hibátlanok után, hanem mindennyiunk után. A magunk gyengessége, gyarlósága, bukdácsolásunk, magunk állatatlansága és sokszor visszatérő bűnei ellenére is. Milyen jó, ha valaki ezt az isteni szeretetet megtapasztalja és engedi, hogy megdöbbenjen rajta. Ilyen szeretetet itt a Földön egymás felé nem vagyunk képesek adni. Milyen jó, hogyha valaki megdöbbenve az Isten szeretetén, megnyílt szemmel észreveszi az Istent. Minden jóban, és meglátja az Istent, aki még a rosszat is próbálja, rosszat is jóvá teszi, a rosszat is kiigazítja, teljessé teszi, mert azt akarja, hogy
egyenes utunk legyen az Isten felé. Miért jött el Jézus közénk? Miért született gyermekként, és vállalt azt az életutat, melyet látunk magunk előtt mindnyájan? Azért, hogy nekünk legyen életünk és örök életünk. Adja az Úr hát mindnyájunknak, hogy megtapasztalva Isten szeretetét, egyre inkább járjunk az ő útján, megtapasztalva az ő közelségét, egyre inkább adjuk neki az életünket, és Istennek adott életünkkel öleljük magunkhoz embertársainkat, engedjük, hogy minden gyengeséget, rosszat, önzést helyettünk, szívünkben a szeretet töltsön ki, és így építsük azt az országot, amelyet Jézus hozott el közénk, a szeretet és béke országát. Adja az Úr nekünk, mindnyájunknak, karácsonynak ezt a csodálatos, békességes, szent, fölemelő és életet, örök életet adó kegyelmét. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, Istentől. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim! Ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és kérjük. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világosítson be minden ember szívébe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyatottak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, Te az Atya akaratából emberré lettél és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is.
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjára. Kérünk, Urunk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítünk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Világra jöttének most ünnepelt szent titka révén láthatóan megjelent közöttünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt, hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Otto paptestvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányod.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Még ellenségedet zsámolját ezzel,
erődnek pálcáját kibocsátja az Úr Siomból. Uralkodik a te ellenségeid közepette. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kérünk add, hogy akik megváltunk születését örvendezve ünnepeljük, méltó életet élve eljussunk hozzá, a kiélés uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Ezen a szent éjszakán szívből kívánom, hogy a hitben megtapasztalt örömet mindannyian a szívünkbe fogadjuk és szívünkbe őrizzük. Adjon szeretetet, Istentől jövő igaz szeretetet nekünk, amelyet tudjunk tovább sugározni. Adjon békességet, Isten igaz békéjét mindannyiunknak és rajtunk keresztül a világnak. Kegyelemteljes, szent és áldott karácsonyi ünnepet kívánok jelenlévő testvéreimnek, minden hozzátartozójuknak és a televízión keresztül velünk imádkozóknak. Az Úr legyen veletek! A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Amen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékített egymással a mennyet és a földet, adja meg nektek a békesség és a jó akarat ajándékát, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. Amen. És mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása.